Na, én pedig akkor fogom magamat és szépen ezt itt is hagyom, mert jelenleg semmi szükségem nincs erre, köszönöm szépen. Nem engedi, hogy ott hagyjam, mindegy igazából. Tehát itt már úgysem fogok menteni többet, hogyha valahol kint hagyom a folyosón, aztán jó éjszakát, ennyi. Jó, tehát nem kell vele foglalkozni. Ez van eszköz szeretni. Ja, mindegy, itt igazából úgysem fogok fölvenni semmit az égvilágon, szóval teljesen fasza. Leave. Tökéletes, köszönöm szépen. Na most ugye bár, mehetek is tovább. Pisztolyt azt vissza, jó, azonnal kézbe, köszönöm szépen. Lőszerrel egyébként nem nagyon lesz problémám a későbbiekben sem. Amivel menet közben találkozom, azt ki kell nyírnom. Ettől függetlenül még így is sokan lesznek, de... ja. Oké, jelenleg tiszta. Vannak ilyen részek, amikor tök tiszta az egész, aztán egyszer csak fölkelnek. Jó, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, ez van. Most viszont megyek vissza ugye Rebekához, miután kinyitott az ajtót, ugye tudok ott közlekedni, ami egy tök jó dolog. Gyerünk. Ja, még itt sincs senki. Oké. Pöpec. Pöpec, pöpec, pöpec. Oké. Na most! Ugye kettő dolgot kell megcsinálnom gyorsan itt ezen a részen. Meg is van, ugye itt bemegyek. Egyrészt ugye itt rögtön fogom magamat, és ezen a részen elhasználom azt az utcot, hogy legyen helyem. Ha innen ki tudom nyitni ezt. Jó, tehát ezzel lehet kinyitni azt a... azt. Oké, ez az egyik. Egyrészt. Tovább nem megyünk, csak elhasználtam. Másrészt pedig fogom magamat, és szépen ide bemegyek. Hívok egy liftet, és leküldöm Rebekának azt a cuccot, amivel ki tudja nyitni az ajtót, jó? Roppant hasznos dolog. Megy is, Rebi? Megy. Sok cutscene-re már nem lehet számítani egyébként, nagyjából a vonatnak a végeig, ami terveim szerint ennek az epizódnak a vége is lesz egyben, jó? Most váltunk Rebekára, föl is szedjük szépen, köszönjük szépen. Megvan, oké, természetesen. Na. És akkor most pedig ugye ide megyünk szépen az ajtóhoz, és használ. Kint is vagyunk a pálcból, tök jó. Na végre. Eddig ugye szorult a zár, úgyhogy nem tudtunk kimenni. Ez van. Ezt kell szeretni. Itt pedig azonnal lefele, jó, és akkor visszajutunk szépen Vilmosunkhoz. Innentől kezdve pedig igazából... ja, két személyes kaland lesz. Egy darabig legalábbis, jó? Na, bejövünk szépen Vilihez. Szia, Vili! Jaj, hol van? Jaj, meg odát van, szia! Roger. Na szóval, most akkor pedig szépen fogom magamat és bemászok itt, ugye? Először megnézem, hogy ki hogy áll lőszerügyileg. Rebekának van, Billynek van. Jó, tökéletes. Elvileg nem szabad, hogy gondom legyen. Ez így van, ez így van. Elvileg nem szabad, hogy gondom legyen. Ez jó lesz. Ez jó lesz, én már most látom. Kutyusok jönnek. Csezd meg! Na, vége, nyugi van, ki hogy el. Mindenki fájn, jó? Tehát, mint ahogy ugye mindig szoktam mondani, ez nem kihívás, semmi ilyen hülyeség, jó? Tehát nem kell vele foglalkozni, hogy mi van. Fogok sérülni, előfordul. Van olyan, hogy be kell vállalni egyet a csapatért. Következő az nagyon jó lesz, ugyanis most fogom magamat is kinyitom, most megoldom ezt a részét, jó? Ez így van. Most átvegyünk itt, és azonnal zombi lesz, jó? Azonnal zombi lesz. Nem baj, nem baj, nem baj. Futunk. Csórikám, az se tudja, hogy mi történik vele. Anyádat, az ti! Erre nem gondoltam, hogy elkap. Erre nem gondoltam, hogy elkap. De még fine-ban vagyok, teljesen fasza. Most ezt azért csináltam, mert ide bent pedig van itt egy üveg. Igazából helyet nem spórolok vele, viszont nem is kell később ezzel szórakoznom. És akkor most pedig ugye kombájnolva van Molotov koktélom. Ez így van. This is how you recycle. Na. Szóval akkor most megyünk tovább szépen. Eddig teljesen fasza, nem sérültem. Igazából egy darab zöld növény van, amit mindig meg szoktam tartani a vége feléig. Biztos, ami biztos alapon. Most pedig akkor kell nekem ez a kártya, ami itt van. Köszönöm szépen. Kártya? Na. Ez az egyik kulcs igazából, amiről ugye beszéltek a dokumentumban. Kettő ilyen kell ahhoz, hogy kinyissuk.
a táskát, amit majd később fogok megtalálni. És akkor itt pedig most szépen elkezdünk kipakolni, jó? Amire nincsen szükségünk, kirakjuk a zöld növényt, igen, kirakjuk a Molotov koktélt, igen. Billyvel is akkor nézzük csak, Billy az teljesen jól áll ilyen szempontból. Na most elmegyünk két felé, Billy ide, Rebecca meg oda, oké. Nem fordítva, bocsánat. Újni, váltunk egyet. Meghúzzuk. És akkor Billyvel pedig szépen, ugye, föl tudjuk venni ezt a cuccot. El nem tudjátok képzelni, hogy én ezt hogy gyűlölöm. De nagyon gyűlölöm. Igazából annyi a lényege, hogy ezzel lehet, ezt nem olvasom el, annyi a lényege, hogy ezzel lehet nehezen elérhető helyekre fölmászni. Jó? Okay. És az Isten verte játék végéig kell cipelni magunkkal ezt a szart, szóval sejthetitek, mennyire élvezem. Na. Jó. Na, tehát most vagyunk a vonat végébe, most pedig akkor itt jövünk szépen. Ez jó lesz. Ez jó lesz. Ja, nem mind a kettőjünk, bocsánat. Na most ugye ezt már kinyitottam, szóval innentől kezdve ugye szabad utam van. Egy helyen kell használni a hookshotot igazából az egész vonaton, szóval ez annyira nem okoz problémát. Menjél, köszönöm. Na, ez jó lesz. Ez jó lesz. Most ugye el kell jutnom a vonatnak a túlfelébe. Ezt azért csinálom így, hogy még véletlenül se kapják el Rebekát. Tehát amíg egy légtérben vagyunk, tök mindegy, hogy mekkora az a légtér, egy kis fiszfasz kabin vagy valami sokkal nagyobb, addig nincsen probléma, jó? Tehát addig kényelmesen el tudunk menni A-ból B-be. És akkor most pedig ugye Billyvel használom a... ezt szerintem átadom Rebekának, legyen helyem. Azt mondja, hogy exchange, ezt odaadom neki mind. Ez így van, oké. Okay. Váltunk, és akkor használjuk a hookshotot, jó? Feltéve, hogyha jó helyen lennék, jó? Tehát ez mindig gáz egyébként, hogy annyira pöcre ott kell lenni. Na végre sikerült. Szóval most Billyvel teszünk egy kicsike kitérőt, nem nagyot, csak olyan minimálisat, jó? Minimálisat. Na, most ugye szétváltunk, egészen addig, amíg nem váltok vissza Rebekára, addig nincsen baj, ugyanis ott vannak zombik, de nem triggereltem őket, jó? Tehát eddig teljesen rendben vagyunk. Van egy lyuk, természetesen le fogok ugrani. Kicsikét odébb jövök, és... Meghóta? Most már meghót, oké. Anyád! Ne! Futás! Na végre, oké. Ezt mindenképpen ki kell nyírni, jó? Ezt nem tudjátok kikerülni, tehát van itt egy kés, hogyha valaki szeretné, én nem szeretnék kést, jó? Tehát nekem semmi szükségem nincs erre. Na, menjünk kifele. Ez jó lesz. Na most ezt a radikot mindenképpen ki kell nyírni ahhoz, hogy itt ki tudjunk jönni sajnálatos módon, tehát ez van. Így még nem jártam egyébként, általában elfekszik egyszer, még egyszer meglövöldözöm, és ennyi, vége, kész, konyec. Futunk, jó? Könnyebb fokozatokon egyébként itt is van zöld növény, nekem most jelenleg semmi szükségem nincs rá, jó? Ez jó lesz. Na, ugyanaz a taktika, igazából ugye külön-külön tudom mind a két karaktert, ugye ott hagytam csak ez meg a kurva életbe. Mondom én a francba, remélem, hogy nem majszolták meg, faszom. Erre figyelni kell, hogyha elszeparálódnak, akkor mindig vissza kell nyomni a dolgot, jó? Let's regroup. Oké, remélhetőleg rendben van. Hogyha ugye rádió van nála, tehát hogyha megtámadják, akkor automatikusan elkezd hívni minket, szóval jelenleg még jók vagyunk, ugyebár. Ja, mindenki fine-ban van. Na most fogok itt bejönni. Először is ide bejövünk, ugye Rebekával is, és elkezdünk dolgokat csinálni. Most nézzük, hogy mennyi helyünk van. Ugye itt vannak növényeink, tökéletes. Van itt egy másik is, ugye, egy szép piros.
Ezeket Rebecca tudja csak kombájnolni, szóval innentől kezdve, hogy ne is próbálkozzunk Billyvel, viszont ez legalább megvan. Tökély. Aztán ugye ott van egy levél, ezt is elolvasom gyorsan, természetesen. Azt mondja, investigation orders, tehát hogy vizsgálati parancsok. Stained with blood, some sections are illegible, tehát hogy vérfoltos, úgyhogy egy-két rész nem olvasható. Azt mondja, hogy 8 mérföldre, észak a Raccoon City-től az Arklay hegységben van a valamilyen management kiképző központja. Évekkel ezelőtt lezárták. Now we are conducting a planetary study to... Tehát jelenleg előzetes felmérést végzünk a telep újranyításával kapcsolatban. First investigation unit is already on site and opening the investigation. I want your team to provide support. Tehát ugye az első vizsgálati egység már ott van a helyszínen, és... szeretném, hogyha a csapata támogatást nyújtana. The following orders, William Birkin, igen, tehát hogy valaki ott van igazából, tehát hogy az alábbi parancsok, ez William Birkin gondolom, meg valaki igazából a valamelyik egységből. Többit pedig szét van szakadva, vagy nem olvasható. Jó? Tehát innentől kezdve ez teljes mértékben fasza. Jó, húzzunk innen kifele, oké? Okay? Összeszedtünk mindent, ami itt kell, és most jön a mókás része neki, ugye kell nekem egy darab kártya, azt majd itt fogom megkapni. Jelenleg olyan túl sok ellenféle nem kell foglalkozni, ami egy totálisan fasz a dolog, hanem ide fogok ugye visszajönni. Ugye mit hagytam itt? Hagytam itt ugye shotgunt egyrészt, hagytam itt ugye egy táskát, amit nem vettem föl, szóval most ez egy ilyen nagyon-nagyon pöpec kis dolog lesz, meg vannak ugye piros növények, piros-zöld növények. Na most a táskát azt kiveszem szépen. Meg is van, köszönöm. Na most jön a mókás része, hogy kicsit cserélgetni fogunk itt Billyvel, jó? Tehát akkor most azt fogom csinálni, hogy kérek tőle, ott is van a kis ékszeres dobozt, ezt megvizsgálom, és akkor benne lesz az egyik. Ez így van. Jó, tehát kettő ilyen gyűrű van, és akkor ezeket kell kombinálni, ugye? Ezért mondom, hogy ezt Billyvel nem fogjuk tudni megcsinálni. Egyszer, aztán utána ezt is kombájnoljuk, még egyszer, aztán examine, tehát megvizsgáljuk, és szépen kinyitjuk a táskát. Mi lesz benne? Kártya, természetesen, jó, tehát ezzel fogunk tudni tovább menni. Na most, van még kettő darab helyem, ami azt jelenti, hogy föl tudom kapni azt a kettő darab növény probléma nélkül, ami ott van. Oké? Okay. Tehát egyik gaz, másik gaz, köszönöm. Meg is van, és akkor hookshot. Azon gondolkodom, hogy hol a francba hagytam basszus a shotgunomat. Ott van egy spré. Az se baj, hogyha megvan egyébként. Ja. Fönt hagytam volna? Mindjárt megnézzük, jó? Mindjárt megnézzük. Nem emlékszem pontosan, de úgy emlékszem, hogy igen! Ja, fönt hagytam, ott pakoltam ki. És akkor most pedig... szerintem nem lesz elég helyem egyébként, de majd mindjárt megnézzük, jó? Ja. Oké, okay, váltunk Vilmosunkra, és akkor szépen fölveszük itt a dolgokat, meg is van. Tökéletes, nagyon jók vagyunk. Lemászunk. Megvan minden, ami kell, jó? És olyan szinten megvan, hogy teljes mértékben tele vagyok. Megyünk kifele. Most pedig ugye kártyával szépen ki is fogunk tudni nyitni azt az ajtót, amire ugye eddig nem volt lehetőségem. Azt ott. Igen, zárva van. Nem akarom nyomkodni, bocs. Odébb kicsit, és akkor most itt a kártyaolvasó. Jó, ezt nagyon-nagyon nehéz bepozícionálni. Elcsesztem, Rebekával kell. Engedj már oda, mennyi on? Hes. Na, akkor kártyázzuk be magunkat. Tökéletes, jó. És innentől kezdve igazából a vonat az majdnem teljes mértékben tiszta. És kukázzuk a kártyát, oké. Okay. Akkor menjünk kifele. Delta Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. What happened?
Na ez izgi volt, ugye? Ugye? Na, menjünk akkor tovább. Na. Azt jelenti, hogy katonákkal nem kell foglalkoznunk, ami egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolog. Jó? Itt nincsen semmi, úgyhogy nem is kell piszkálódni. Az a két csávó az majd nyilván föl fog kelni előbb vagy utóbb, de az megint csak jelenleg nem nagyon érdekel, jó? Annyira nem. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Na most itt kapunk igazából egy manuált, hogy hogyan kell megcsinálni ezt a vonatot, igazából engem roppant módon nem érdekel. Tehát a lényeg az, hogy igazából a legutolsó és a legelső kocsiban is van egy zár, amit fel kell oldani, és úgy fogjuk tudni megállítani a vonatot. Jó, tehát jelenleg ez engem nem érdekel, mert tudom, hogy mit csinálok. És ki kell választanom, hogy kit hagyok itt, természetesen. Billit hagyom itt egyetlen gyoknál fog, vagy ha Rebekával megyünk, akkor egy plusz cutscene-t kapunk. Manipulate the control panel for the break. You stay here and apply the break when ready. Okay. Rebecca! Huh? Don't screw up, okay? I won't. Na most már időhöz vagyunk kötve, ami azt jelenti, hogy intézkednünk kéne ugye rendkívül. Oké, meg is van. Hogy állunk lőszerrel? Azt mondja, hogy ezt átadjuk Willinek? Ja, igen. Jó, tehát addig nem megy a számláló igazából, amíg itt vagyunk. Úgyhogy ez így teljes mértékben fasza lesz nekem. Átvesszük a lőszert. A kártyát azt majd elhasználom. Menet közben másra nincsen szüksége. Viszem a shotgunt, visszük a pisztolyokat. Hookshotot tökéletes. Jó, felszedem még szépen itt a pisztolylőszert. Valahol itt, ott is van. Köszönöm szépen. Biztos is nem, hogy be fogok vállalni egyet a csapatért. Ezzel sajnos nem fogok tudni mit csinálni, de... Semmi gond, semmi gond, semmi gond. Jó, tehát jók vagyunk. Szinte biztos egyébként, hogy meg fognak tépni. Szinte biztos. De nem baj. Ők mondjuk nem, mert ennél azért gyorsabb vagyok, de... Majd más, majd más. Most ugye végig kell futnom gyakorlatilag az egész vonaton. Az egész rohadt vonaton. Végig. Úgyhogy lótifuti gyerünk. És itt pedig, ügyesen... Itt jövök, mert hogy van ott egy csávó, akivel... Nem kéne barátkoznom, ugye? Ja, tele van zombikkal, ami egy totálisan nem jó helyzet, de ez van eszköz, szeretni nem tudunk vele mit csinálni. Viszont ahol lehet, ott elfutok szépen. Ah, az vagy, szálljál, szálljál! Azaz, hagyja békén. Na, tökéletes, oké. Ez van, ugye őket nem írtottam ki menet közben, ezért hagytam egy élettöltőt a vonatnak a legvégében. Jó? Ezért hagytam ott. Edward! No! Stop! Don't come any closer! Eduard is ugye megmurdelt. 4, 5, 6. Lőj! Oké, igazából csak el kell fektetni, jó, semmi más dolgunk nincsen, nem kell kinyírni, úgyis föl fog kelni, de ide már többet nem fogunk visszajönni, szóval teljesen fasza. Majd mindjárt megnézem, hogy mennyire sikerült megtépniük, vagy mennyire sem, ez majd hamarosan kiderül. Futunk. Itt már nincs senki, szóval teljesen fasza. Gyerünk! Oké, és már kint is vagyunk. Ugye bőven időben, jó? Tehát amíg ugye átmenet van, meg hasonlók, addig nem megy a számláló, szóval ez teljes mértékben fasza. Na szóval akkor nézzük, hogy miket hagytam itt, ugye? Egyrészt hogy állok? Cautionben vagyok, szóval én ezt majd mindenképpen majd mindjárt orvosolni fogom. Első körben még ugye elhasználtam a kártyát, még van 2,5 percem, kilépek innen, köszönöm szépen. Nem szeretném. Azt a zöld növényt azt szépen felszedem. Meg is van. Ez nem a zöld növényem volt, bocsánat. Ezt kiteszem még első körben. Lead, yes, igen. Jó, mindjárt felveszem újból, szóval az semmi probléma nincsen, csak először szerettem volna gyógyítani magamon egyet. Ezért hagyok itt mindig a végében, oké? Okay? És akkor innentől kezdve gyakorlatilag a vonat az teljes mértékben 100%-ig ki van pucolva, hogyha jól tudom. Oké, okay. Nem tudom, hogy semmi nincs ott, azért szeretném azt fölvenni, köszönöm.
és akkor tiszta. Na most itt ugye nekünk gyakorlatilag számokat kell beütni, ami egy tök fasz a dolog. Időre megy, 36-ot kell 10 számjegyből kihoznunk, ami ugye teljesen fasza. Próbáljuk meg úgy például, hogy... nézzük csak, azt mondja, hogy... 10, 15, 20, 25, 30, és akkor 1, 2, 3, és akkor egy 3-as. Jó, ez kicsit össze-vissza volt, nem emlékszem pontosan, de mindegy, jó? Tehát megvan, és Billyvel ugyanezt kell megcsinálni másik oldalon majd. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Na, akkor Billyvel ugyanaz a feladatunk, semmi más, igazából 81-et kell, ez pedig egyszerűbb, mert egy 9-es, meg sok darab 8-as. Tökéletes, meg is van. Innen pedig húzás azon, amelyek kelnek föl, jó? Tehát kész van ugye ez az egész. Nem tudom, hogy mi az Isten maradt még ott. Biztos, hogy van egy kés, hogy a másik micsoda, azt nem tudom. Ötletem sincsen. Ötletem sincsen. Nem tudom, abszolút, nem mindegy. Vagy lehet, hogy kettő kés. Nem tudom, nem tudom. Igazából nem szoktam ide visszajönni, szóval nem tudom abszolút. És most ugye a vonat az ugye szépen kisiklott, felrobbant, meghódt, elfogyott. És akkor szépen fölmegyünk itt a létrán, és gyakorlatilag ez az egyetlen cutscene, amit látni fogunk a következő kb. Egy órában. The Umbrella Research Center? First general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Szép kis cutscene volt. Na. Okay. Első körben fogom magamat és szépen kipakolom ezt a kurva huksátot, jó? Tehát... Ja nem use, bocsánat. Leave. Itt hagyjuk a francba. Oké. Okay. Tökéletes. Na most, amit én most gyorsan meg fogok csinálni. Nem tudom, hogy miért mondtam egyébként, hogy maradjon itt, na mindegy.
Szóval, amit én gyorsan meg fogok csinálni, az az, hogy ide jövök, Rebekára váltok, átadok Billynek egy pár dolgot, amit tudok, nézzük, csak azt mondja, hogy exchange oda, aztán exchange oda, mert hogy kell nekem kettő darab hely, úgyni, gyerünk. És akkor itt van egy piros növény, megvan, egy zöld növény, megvan, ott némi pisztolylőszer, ami szintén megvan, tökéletes. Csak amit én itt csinálni fogok, az az, hogy fogom, összekombinálom, megvan, és itt hagyom, jó? Tehát egy kupacon fogom hagyni itt az összes létező gyógyító cuccomat, ami van. Mindent, oké? Okay? Azt mondja, hogy... jó, jelenleg ez még jó. Tehát, hogy azért csinálom ezt, hogy még véletlenül se... kelljen keresgélnem, jó? Tehát ez a legegyszerűbb, igazából tudom, hogy itt volt, úgyhogy itt is hagyom. És akkor Billyvel is kiszúrjuk szépen, jó? Leave. Tökéletes. Azt mondja, hogy... ezt pedig átadom egyelőre Rebekának. Jó, hogy legyen egy kis helyem. Köszönöm. És akkor amit még így gyorsan csinálni fogok, az az, hogy... maradjál itt, jó? Maradjál, nyugodjál már meg már. Amit én még gyorsan meg fogok csinálni, mielőtt még tovább mennék bárhova, az az, hogy így gyorsan begyűjtök valamit. Össze kell szedni a cókmókot, na, ez van. Jó, tehát figyelni kell arra, hogy mindig jól el legyetek látva. Tehát lőszerileg, azzal is jó vagyok, élettöltőileg, azzal is jó vagyok, oké? Tehát erre nagyon kell figyelni. Szerintem, aki a végigjátszásaimat szokta nézni, az tudja, hogy én az ilyenekre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy még ha nincs is rá szükségem, akkor is nálam legyen, jó? Tehát szokták mondani, hogy jobb katonának lenni a kertben, mint kertésznek a háborúban. Ez így van egyébként. Inkább legyen több, mint kevesebb. Jó? Inkább kelljen és ne kelljen használnom, mint hogy ne legyen nálam. Ennyi, meg is van az összes helyem. Itt viszont akkor pucolunk is ki a picsába, ugyanis ott is van a csávó, akivel nem szeretek barátkozni, jó? Tehát sajnálatos módon vannak ilyenek. Nem kell velük foglalkozni, jó? Tehát eléggé lassan térnek magukhoz ahhoz, hogy ki tudjuk őket kerülni, illetve a későbbiekben több problémát fognak okozni, de még mindig nem annyira életveszély egyébként őket kiiktatni, hogyha nagyon muszáj, jó? Csak megfelelő távolságot kell tartani, mert egyébként nagyon-nagyon csápolnak. És akkor most pedig szépen visszajövünk ide, gyerünk, szevasz, Rebi! Szóval akkor ezt átadom Rebekának, jó? Kap egy ilyet. Fordítva, bocsánat, nem. Ez a baj egyébként, hogy az ilyen cuccokat igényelni kell. Igényelni kell, jó? Tehát ez a legnagyobb probléma igazából, szóval akkor most kicseréljük. Kap ilyet, aztán utána összeset kérem, köszike. Ez szépen combine is ott van. Aztán ezt itt hagyom, igen. Aztán igénylek tőle hogy motyót. Exchange. Szintén jó. Na most innentől kezdve, hogy van 14 darab shotgun lőszerem, van 84 darab pisztoly lőszerem, plusz ami a tárakban van, ugye. Van 6 darab molotov koktélom. Innentől kezdve mondja valaki, hogy igazából nem vagyunk ellátva. Na most ezt pont olyan szögbe hagytam, hogy meg tudjam találni, majd később fog kelleni. Jó, és akkor ide még kiszórok szépen egy utolsót is. Természetesen. Oké, meg is van, és akkor még mielőtt tovább mennék, nem ez érdekel, bocsánat, még a mellette lévő, tehát ezeket nem nagyon érdemes hurcolni magammal, de fogom, jó, tehát még mielőtt bármi egyebet csinálnék, egy gyors mentés.